25 éve jegyezték be a Búzavirág alapítványt, mely Vámos Újfalun foglalkoztat, akár bennlakással is, elsősorban vakokat és látássérülteket. Az idei tél során a növekvő rezsiárak nagy terhet jelentenek a számukra is. Németh Mártával, az alapítvány vezetőjével beszélgettünk a múltjukról és jelenükről. Hogyan is jött létre a Búzavirág Alapítvány, hogyan indult, és mióta működik, és milyen célkitűzéseket tűztek ki maguk elé? Én gyógypedagógus vagyok, vakokkal és értelemfogyatékosokkal foglalkozó gyógypedagógus, ez volt az én elképzelésem, és a főiskola befejezése után folyamatosan látássérültek között dolgoztam, de azt láttam, hogy akik állami gondozottak, azoknak nem nagyon van esélyük arra, hogy felnőtt korukban normális emberhez méltó felnőtt életet tudjanak élni. Tehát akkor, amikor én kezdtem, akkor őnekik az egyetlen lehetőségük a Vakok Állami Intézete volt, ami egy nagy létszámú szociális intézmény, ahonnan aztán szépen el is temették őket, miközben ők, hogyha lett volna egy kicsi segítség, akkor tudtak volna ennél sokkal önállóbb és teljesebb életet is élni, és azon gondolkoztam, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani. És ennek a gondolkodásnak az eredménye a Búzavirág Alapítvány. Melyik évben alakult a Búzavirág Alapítvány, és a beindulás utáni időszak az mennyire volt rögös? 1997-ben jegyeztettük be az alapítványt, gyakorlatilag 50 ezer forinttal, tehát ilyen kamaszos álmodozással tulajdonképpen, de csodák kísérték az elindulást. Még a bíróságon volt a bejegyzési papír, amikor a református vakmissziónak a lelkésze, aki akkor egy holland nemzetiségű úr volt, ő tolmácsolt Magyarországon egy holland alapítvány vezetőjének, és összehozott egy találkozót, egy órát beszélgettünk, én elmeséltem az én álmodozásomat, hogy mit szeretnék, és az egy óra végén azt kérdezte, hogy ha adok 10 millió forintot, az segít. Aha! Tehát, hogy így indult, ez volt az egyik. A másik pedig, hogy én kigondoltam, hogy nem Budapesten szeretném ezt az alapítványt, meg ezt az otthont létrehozni, mert hogy ott nagyon el lehet veszni a tömegben, hanem valami kis településen, ahol jobban lehet kapcsolódni a környéken élőkkel, a szomszédokkal. Nem muszáj nagy bevásárlóközpontokba járni, ami látássérültnek nagyon nehéz, hanem vannak kisboltok, ahol kiszolgálnak, hogyha arra van szükség. Lehet ismerni a postást és ilyesmi, tehát hogy így elgondoltam. És akkor jó, akkor menjünk kicsi faluba, de azért legyen olyan falu, ahol van közvetlen vasúti összeköttetés Budapesttel, hogy ne legyenek elvágva a világtól. Legyen azért egy olyan város, ahol van kulturális élet, legyen folyó, ahol lehet evezni, legyen erdő, ahol lehet kirándulni, azért a faluban legyen óvoda, iskola, bolt, posta, mindenféle. Szóval így elképzeltem ezeket a dolgokat. És aztán azt is kitaláltam, hogy az egyházak kapnak vissza egy csomó mindent a rendszerváltás után, és hogy meg kellene próbálni kérni az egyháztól egy telket, ahol ezt meg tudnánk csinálni. Én így Budapestről gondolkoztam, és a kisugom Nagykörösre járt a tanító-hitoktatóképzőbe, és őnek az egyik osztálytársa volt, a Vámosújfali lelkésznek az egyik fia. És ő mesélte, hogy az apukája milyen agilis, meg mi mindent csinál. És mondom, kérdezd már meg apukádat, hogy nem tudná nekem ebben segíteni. És még azon a héten kaptam tőle egy levelet, hogy Vámosújfaluban az egyháznak nincsen földje, de történetesen ő a polgármester, és hogyha én ide munkalehetőséget hozok a helyieknek, akkor ő ad nekem egy telket. És én eljöttem, és így pipáltam ki az álmodozásaimban az összes pontot, hogy milyen legyen az a település, úgyhogy nem is néztem meg többet, így jöttünk Vámosújfaluba. Thank you.
Mikkel foglalkoznak jelenleg itt a foglalkoztatott gyengénlátók? Milyen feladatokat tudnak nekik adni? Három műhelyünk van. Van egy fazekas műhelyünk, van egy szövőműhelyünk és egy kosárfonó műhelyünk. A szövőműhely az hagyományosan, tehát fogyatékosok sokszor dolgoznak szövőműhelyben, mert viszonylag sok apró részfeladatra lehet bontani, amit meg tudnak csinálni. A kosárfonás az egy hagyományos mesterség a látássérülteknél. A fazekas az kevésbé, hanem nekem volt egy tanítványom még Budapesten, akit akkor felvettek fazekas iskolába, azzal együtt, hogy ő vakon született, egy látók közé járt fazekas iskolába, és ott elvégezte, csak utána nem talált munkalehetőséget, és akkor őt meghívtuk ide, és őre gondolva terveztünk akkor fazekas műhelyt. De azt tudni kell, hogy nem csak látássérültek dolgoznak nálunk, hanem a környékből mindenfajta fogyatékossággal élőt fogadunk, tehát vannak értelemfogyatékosok, mozgássérültek, hallássérült, autizmussal élő, mindenféle sérültséggel élő kollégánk van, így a részfeladatokat fel tudjuk úgy osztani, hogy mindenkinek találunk az ő képességéhez, tehetségéhez képest egy olyan részfeladatot, amit ő tud csinálni. Tehát, hogyha egy-egy terméket végig viszünk, akkor abban nagyon sok kéznek a munkája van egy összeépítve. Állandó jelleggel jelenleg hány embert foglalkoztatnak? Összesen 65-en vagyunk. Ebből 12-en vannak, akik itt bent élnek, van itt egy támogatott lakhatásunk, ahol ők a képességeikhez képest a legjobb önállósággal tudnak élni, tudnak házaspári kapcsolatot létesíteni, gyermekek is születnek nálunk, aztán vannak olyan sikertörténetek, hogy a gyerekes családok aztán kiköltöznek, van olyan, hogy a faluban vesznek házat, és aztán visszajárnak dolgozni a szülők, van olyan is persze, hogy aztán elköltöznek, és tovább viszik a szépen önállóan kialakított életüket. És a többiek pedig a környékből járnak be dolgozni, egészen Sátorjóhelytől Szerencsig, mindenhonnan. Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a Búzavirág Alapítvánnyal, mióta is dolgozol itt? 2015-ben jöttem ide. Édesapokám nézett nekem egy munkahelyet, amikor betöltöttem a sulit, iskolát. 23 éves voltam. És mi itt a feladatod? Ugye a konyhán vagy, mint látható az öltözékedből, miket is kell itt csinálni, és hogyan érzed magad itt? Nagyon viszem magam itt, szoktam segíteni a szakács nőnek, és szoktunk főzni, segítünk, mosogatunk, és szoktak lenni a táborozók, gyerekek szoktak jönni, szoktunk csinálni palacsitát, meg spagettit. Ha jól tudom, nem csak a műhelybe tudják elfoglalni magukat, hanem kert is van. Erről mit lehet tudni? Igen, van egy elég nagy kertünk. Egyrészt van egy gyönyörű park, ami az épületeinket körülveszi, másrészt pedig van egy nagy területünk, ahol a kosárfonáshoz termesztik a fűzvesszőt, a fiúk. Most éppen annak az aratása zajlik, mert minden éven le kell vágni arra, hogy szép hosszú egyenes vesszőket hozzon, és a főzőkonyhánkra is megtermelik a zöldséget, gyümölcsöt, amit aztán felhasználunk. Egyrészt főzünk minden nap magunknak, másrészt pedig nyaranta kézműves táborokat szervezünk, és akkor a táboroknak is ez a konyha látja el. Van egy bentlakásunk is, egy 34 fős ilyen emeletes ágyas gyerekszálláshelyünk, osztálykirándulásokat és csapatépítő programokat is fogadunk, de leginkább szeretünk kézműves táborokat szervezni, napköziset is, bentlakósat is, ahol a mi fogyatékos mestereink tanítják a mesterségüket a hozzánk érkező egészségeseknek. Ez egy nagyon hálás program, nagyon szeretjük csinálni. Mennyire jellemző, hogy osztálykirándulások vagy hasonló célokból egészségesek érkeznek, illetőleg az ország más területein élő vakok, gyengénlátók mennyire szoktak ilyen kézműves táborokba vagy egy-egy hétre ide ellátogatni? Az a jellemző, hogy egészséges gyerekek jönnek hozzánk. Igazából őfeléjük is próbáljuk ezt promotálni azért, mert nekünk is nagyon fontos, hogy lássák azt, hogy a fogyatékosok is képesek sok mindenre. Úgy szoktuk kezdeni a tábort, hogy csinálunk egy ilyen érzékenyítő programot, van egy láthatatlan kiállításunk, oda a kamerát nem tudjuk bevinni, mert az láthatatlan. Teljes sötétben kell a gyerekeknek mindenféle feladatot elvégezni, és már ott a tárlatvezető maga is egy látássérült srác, aki hát
Én találtam ki annak a berendezését, meg a játékokat, és aztán én mutattam meg ennek a srácnak, hogy hogyan csinálja, de sokkal-sokkal jobban csinálja, mint én, mert ő sokkal többet hall abból, amit a gyerekek csinálnak, meg működnek, mint amennyit én hallok, mert nem azért, mert attól, hogy valaki látássérült, attól jobban hall, hanem mert sokkal jobban figyel arra, megtanult odafigyelni azoknak a zajoknak, hangoknak az értelmezésére, és nagyon ügyesen irányítja ezt a dolgot, és utána erről beszélgetünk is egy kicsit, és utána egész héten nem merül fel senkiben, hogy fú, ez nem lát, fú, ez nem érti, amit mondok. A gyerekek teljesen magától értetődően fogadják el innentől kezdve ezt a helyzetet, és tanulnak a fogyatékosoktól, mert hiszen ők a mesterek abban, amit tanítanak. Pedig a nagy tányérot tetszett nekem a legjobban, szép lett nagyon. Köszönöm. Még én is megvettem volna. Milyen produktumok is készülnek el, mik, amikre igazán büszkék vagy, amik nagyon jellemzőek a Búzavirág alapítványra, illetőleg az emberek mit keresnek a leginkább önöknél? A fazakas műhelyünkben arra törekedtünk kezdettől fogva, hogy a sárospataki hagyományt vigyük tovább. Tehát vannak olyan edényeink, amik pontosan a hagyományos régi sárospatakiak, de igazából kevesebbet keresik ezt inkább csak a turisták. Ezért elkezdtük, hogy kisebb mintákat tegyünk, vagy például kitaláltuk a búzavirágot, ami egy nagyon kedves mintánk, értelemszerűen, hiszen mi búzavirág alapítvány vagyunk. Egyébként a nevünket onnan kaptuk, hogy amikor a szántóföldre megy a szántóvető és búzát vet, akkor azt tervezi, hogy ott majd búza fog teremni, de nem csak búza terem, hanem búzavirág is. Ahogyan, amikor gyermeket tervezünk, akkor is eltervezzük, hogy az majd orvos lesz, meg mérnök lesz, és nem feltétlenül olyan lesz, hanem lehet, hogy búzavirág lesz, de azt gondoljuk, hogy ha teret engedünk a sokszínűségnek, akkor azzal szebb és gazdagabb lesz a világunk. Szóval ezért festünk búzavirágot is, ami tulajdonképpen a sárospataki hagyományból eredeztethető, amikor itt minden egy ecsetvonással volt meghúzva, és ez volt a technikája, és itt is a kolléganő, aki ezt kitalálta, az ugyanazokat a mozdulatokat vitte tovább ezen a búzavirágon, tehát ez tulajdonképpen egy szerves folytatása a helyi hagyománynak. De készítünk szőnyegeket is. A szőnyegekben pedig az az érdekes, hogy ezek ilyen ipari hulladékból készülnek. Valahogy az ipari szövőszéknek a szélén keletkezik egy ilyen újnyi vastag csík, amit levágnak, és aztán abból tudjuk mi felszűrni ezeket a szőnyegeket. Másik alapanyagunk, ami szintén nagyon érdekes, ez pedig zokni gyári hulladék. Ezt, hogyha jól megnézzük, akkor itt mindenféle csomókat látunk rajta, mert ezek ilyen kis darabkákból vannak, ami egy-egy ilyen karika, mint egy hajgumi. És azok vannak, valamiért terem ez a zokni gyárban, mint szemét, és ezeket hurkoljuk össze. És ez például az én kisfiam, aki amellett, hogy nem lát semmit, amellett értelmileg sem nagyon penge, ő is ezt remekül tudja hurkolni, és akkor utána ebből készülnek ezek a szőnyegek. De még egy, hogyha egy picit arrébb tudunk menni, akkor még mindig a fazekasoknál tudom mutatni, hogy van egy autizmussal élő kollégánk, aki ezeket a csipkéket kézzel, végtelen türelemmel és lelkesedéssel festegeti. És hogyha nem figyelünk, akkor tele rajzolja az egész edényt vele. Aztán megpróbáljuk ezt kordában tartani, és akkor ilyen szíveket csipkéz, ilyeneket csinál. Ezeket a gyönyörű kis állatkákat, meg szíveket és mindenféléket is kerámiából készítjük. Ezek az apróságok, egyrészt vannak, amik a hagyományos pataki mintákkal készülnek, és vannak, amik pedig ilyen különleges madárkák, meg sünik, meg mókus. Ezekből sem nagyon tudok egyformát mutatni, mert Alex nagyon
nagy fantáziával talál mindegyiknek valamilyen más mintát. És amikor kitört a Covid, akkor találtuk ki ezt a terméket, ezt a nyuszit, amiből rengeteget csináltunk még a Covid előtt, és készültünk Pestre egy vásárba, és aztán pont eltörölték az összes vásárt, és nem lehetett csinálni, és itt voltunk, vagy 100 ilyen gyönyörű egyedi nyuszival, és hogy fog ez a nyakunkon maradni, és akkor elkezdtem a Facebookra felfotózni egyesével, és azóta minden évben így februártól áprilisig folyamatosan nyuszikkal van tele a Facebook oldalunk, mert ezt nagyon szeretik a vásárlók, mert nincsen két egyforma, mindegyik nagyon egyedi és nagyon cukik. A kosárfonásnál pedig van olyan termékünk, amit kifejezetten azért csinálunk, mert egy megrendelő, egy vevő találta ki, és kérte, hogy készítsünk neki. Ez egy Betlehemnek szánta, tehát hogy ezt rendelte, hogy tele lehessen rakni a betlehemes figurákkal a gyermekeinek karácsony előtt. Aztán utána kaptunk olyan fotót, hogy karácsony után már indián sátorként funkcionál tovább. És annyira tetszett nekünk is ez az ötlet, hogy azóta csináljuk, és folyamatosan kell készítsük, mert rendelik. Megbeszéltük azt, hogy tényleg miért. Kezdjük előre, jó? Jó, akkor vele, akkor ez így nem úgy, úgy fordítom, hogy előtted legyárom vele. Tehát a törést, igen, iráig jó, itt vagyok. A törést pont a koronán kezdtem. Tehát itt kezdted a törést a karónád, a másik karót meg mellé törted. Tehát ja. a törést nem ott kezdtük, mert a kezed. A törést itt kezdtük. Ott a tövére. Így törjük. Így. És akkor most lépünk egyet. Várjál, lépek neked egyet, hogy érezd, hogy más a következő hol lesz törve. Amikor elkezdtünk kosárfonással foglalkozni, akkor még a piacon nagyon nagy versenytársak voltak a helyi hagyományos régi kosárfonók, úgyhogy ilyen gazdasági kosarat, bevásárló kosarat nem nagyon volt érdemes csinálni, mert abban nagy volt a verseny, úgyhogy elkezdtünk kenyérkosarat és mindenféle más különösebb formát csinálni, amit a helyiek nem készítenek. Most már az igazság, hogy megszűnt ez a jellegű konkurencia. Úgyhogy most már csinálunk bevásárló kosarat is. Ilyenkor télen, amikor aratjuk a vesszőt, akkor készítünk nyers vesszőből is, ami nem ilyen főzött vesszőből készül. Ezek is a saját vesszőink egyébként. Csak ezt, amikor learatjuk, akkor utána megfőzzük, lehántoljuk, és úgy készítjük belőle a kosarat, aztán lelakkozzuk, de csinálunk nyers vesszőből is. És nyers vesszőből leggyakrabban kerítést készítünk. Milyen a viszonya a település lakosságával? Az elején volt egy kis bizonytalanság. Egyrészt, amikor idejöttünk 98-ban, akkor még elég nagy volt a munkanélküliség, és úgy tűnt, hogy iridlik a mi fogyatékosainktól azt, hogy nekik van munkájuk, hogy öregek rokkantnyugdíjuk is van, és még fizetést is kapnak. Miért nem azokat veszem fel, akik munkanélküliek, és nincsen semmilyen juttatásuk? Tehát ebből volt egy ilyen nagyon furcsa, tehát erre nem számítottam, hogy ilyesmi fog történni. Amire számítottam, hogy esetleg a fogyatékosságok miatt fogják őket kinézni, az tulajdonképpen kevésbé jelent meg, mert én amikor idejöttem, akkor én két kicsi gyerekkel költöztem ide, és a kisebbikük nem lát semmit, ő akkor másfél éves volt, és mindenkinek fölmászott az ölébe, mindenkinek megsimogatta az arcát, hogy mikor borotválkozott, meg van-e fülbevalója, mert ezek voltak az érdekes kérdések a számára. Ezt mindenki úgy érezte, hogy ő most milyen szeretettel van, pedig ő csak úgy tájékozódott, de hát ezt nem... Szóval, hogy mindenki őt pozitívan fogadta. És akkor azt gondolták, hogy ha ilyenek lesznek a többiek, akik majd ide költöznek, akkor az rendben lesz. Tehát, hogy ezzel nem volt ilyen negatív hang. Most egy kicsit a
a ridegebb vagy szomorúbb jelen valóságára térjünk rá. Ugye a megnövekedett rezsiköltségek eléggé brutálisan érintik a búzavirág alapítványt is, mint egyébként oly sok minden más hasonló vagy más alapítványt. Ez a való életben mit is jelent, a működési költségeiket, hogyan tudják megtermelni, kigazdálkodni, hogyan tudnak fönnmaradni az idei télen? Hát a rezsiköltség az egy ilyen nagyon jól látható része a költségvetésünknek, vagy hát most különösen jól látható. Igazából a munkabérek szokták kitenni a legnagyobb részt, mert hiszen minden fogyatékos dolgozónak is rendes munkabért fizetünk. Kapunk ehhez állami támogatást, kétségkívül a szociális ellátáshoz is és a foglalkoztatáshoz is, ez máskülönben nem tudna működni. Viszont ebben az évben nem kapunk többet, mint amennyit tavaly kaptunk. És a munkabérek megemelkedtek ugye 15%-kal, 16%-kal, és a rezsi pedig nagyon-nagyon látványosan emelkedett meg. Tavaly októberben a gázszolgáltatótól kaptunk egy ajánlatot erre az évre 25-szörös emelésre, amit így egyszerre nem tudtuk feldolgozni, hogy ez mi, ez lehetetlen. És akkor elkezdtünk keresgélni más lehetőségeket, és kaptunk egy olyat, amivel nagyon boldogan aláírtuk a szerződést, ami csak 7-szörös emelés volt, a 25-szöröshöz képest, de hát ez is azt jelenti, hogy eddig egy téli hónapban a 400 ezer forintos fűtésünk az hirtelen majdnem 3 millió forintra ugrik fel. Tehát, hogy ezt ugyanannyi támogatásból, amiben idáig nagyon-nagyon kicentízve tudtunk élni, nem tudjuk kigazdálkodni, tehát ezért kezdtünk el egy adománygyűjtést, amivel most ott tartunk, hogy már márciusnál tart az, hogy biztosított a fűtésünk, és most már reméljük, hogy kín leszünk a télből, hogyha ez így megy. Itt a növekvő rezsiköltségek miatt a Vámosújfalui Búzavirág Alapítvány is nehéz helyzetbe került, ezért az olasz-liszkai egyházközség, római katolikus egyházközség egy bájának a bevételéből pénzt ajánlott föl. Milyen volt a bának a fogadtatása, mennyien mentek el, mekkora adományt sikerült gyűjteni, és mi volt a programja ennek az eseménynek? Igen. 11 éve vagyok itt az olasz-liszkai egyházközség plébánosa, és katolikus feladataim, lelkipásztori feladatom még Szegi-Szegilong és Vámosújfalú település is. Ezért itt Vámosújfaluban is elkezdtük annak idején a katolikus bálok megszervezését. Ez most a 9. jótékonysági bálunk volt itt a településen, a faluházban. Istennek legyen hála, sokan hozzájárultak ahhoz, hogy ezt meg tudjuk szervezni, polgármester úrnak a segítő készséggel, hogy a faluház épületében ugye a világítás, a fűtést bevállalta az önkormányzat, hogy ezért nem kellett semmivel sem hozzájárulnunk. Meghirdettük a bált ezelőtt egy hónappal, és több mint 110-en voltunk jelen ezen a bálon. Az iskola nagyon szép műsorra készült, köszönjük az iskolának, a Vámosújfalú iskolának. Búzavirág Alapítvány két nagyon szép produkcióval gazdagította a mi programunkat, amit meg lehet az interneten tekinteni, mert mind a kettő felkerült. Az egyházközség pedig az olasz-liszkai egyházközség énekkara, pedig egy nagyon szép műsorra készült, mely által megemlékeztünk Petőfi Sándor születésének a 200. évfordulójáról, illetve Liziói Szent Teréznek, franciaországi szentünknek születésének a 150. évfordulójáról. Erre épült fel a műsorunk. Nekünk is a Vámosújfalui egyházközségnek megnövekedtek a kiadásaink, és ezért, meg a Búzavirág Alapítványnak a nehézségei alapján úgy gondoltuk, hogy a báli maradványt megosszuk kedves testvéreinkkel, itt élő testvéreinkkel, úgyhogy 600 ezer forint volt a maradványunk, és ennek felét felajánlottuk a Búzavirág Alapítvány dolgozóinak, munkásainak, fűtésszámlába próbálunk segíteni, Jóisten áldását és kegyelme kérve továbbra is. Erre a munkára, ami történik, és az ő életükre, Jóisten tartsa meg őket erőben, egészségben. Kiktől kaptak segítséget? Ugye most az előbb láthattuk, hogy az olasz-liszkai római katolikus plébánia segített, de jellemzően magánszemélyek segítenek be, vagy nagyobb másik alapítványok, egyházközségek. Kikre is tudnak most itt számítani? Indítottunk egy kampányt karácsony előtt egy-két nappal, és jellemzően magánszemélyek, és jellemzően olyan magánszemélyek látjuk, akiknek
maguknak is nehéz ez a tél, tehát hogy abból a kevésből szorítják ki az adományaikat. Nagyon sok kicsi adományt kapunk, 2-3 ezer forintot. Van, ahonnan úgy kapunk adományt, hogy 41 ezer forint, nyilván annyi volt a bankszámláján, és úgy küldte el, mert máshogy nem tudom elképzelni, miért pont annyit. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon megható. És sokan persze olyanok, akiket mi is ismerünk, akik ismernek minket, korábbi kapcsolatban is álltunk, de vannak sokan, akiknek úgy kell kinyomoznom, hogy ki a csuda lehet, mert sose hallottam a nevét sem, és csak van egy nevem és egy bankszámlaszámom, és akkor küldött 81 ezer forintot. Annyira szeretném megköszönni, és nem találom.